Én még őszinte leszek, ez a torta ide van, b***ba neki. Megnyalogatnád neki is a csodálatos didáit? Ez most igazi dzsungelharc lesz, mert megyünk a retekbe. Nem akarom megsérteni, mert tudom azt, hogy a fazeka 5 éve nem volt kimosva. Ha lehet romalsan fogalmazni, akkor úgy fogalmazok, hogy sinter vagy, mert trehany. Látszik. Én is nagy színész vagyok, de ő sokkal nagyobb. Ő Oscar-díjas színész. More-ra nevelem. Igen, igen. Ez a Mariannak a... A Mariannak a hátgerince. Éva tudja, hogy nem fog enni. A Sanyi tudja, hogy nem fog enni. Én nem fogok enni. Mi hárman nem fogunk enni a retek zsákna, azt tudja. Én van nagyon jó vagyok, látom, már egyébként is zöldségevő lettem. Már ezeket a kajakot én nem tudom megenni, mert vegetáriánus lettem már túl keményen. Mi lesz abba? Ezek lesznek abba tetyük, meg mocskok, meg retkek, meg piszkok, ami lejön az ablakból, meg a szőnyegről felszedjük. Kesudió egészbe kell bele. Te! More! Tulajdonképpen nagy csalódás volt, mert 62 évesen ekkora volt neki. Hát, de ez az ő tulajdona. Ezek nem értik ezeket a finomságokat. Nézzétek, hát így kell kinézni egy bakfart nudlinak. Hát tulajdonképpen én csak jó dolgot tudok mondani az enyémről, mióta lefogytam, azóta az enyém meg megnőtt. Hova vagy, gyerekek? Hova jöttünk? Lefele, gyerünk! Fúj, de jaj, Évi! Nem a Évi, menj! Ez az élet, ez olyan volt, mint hogyha egy olajban, amit mondjuk már egy éve használnak. Azt a megyarjon! Azt a megyarjon! Jaj, Istenem! Hát a cigány, gyerek, Maré! Mert mindjárt orvágyítólag te! Lendülettel töltöm! Ma jól fogom magam érezni! El van most már pohartani! A nagy kocsit azt nincs jel! Nincsen most már, hiba nincs jel! Neked van is jó! Neked van egészséget! Én hoztam magammal műanyag poharat, mondta be azt, hogy hozzak poharat, utána ő ilyen zsibrit kapott, meg sem mert az arca arra. Azt mondta, hogy ha nem akarok zsibrit, meg sem mert, akkor vigyek poharat. Ravasz, szarad van hittek a kakaója. Hát a tányéről itt van a léteg, a kakaó, meg hajszál is van rajta. Ez a tányér. Itt egy nagy hajszál, és csak bent kívül. Neked rövid van, tudomnak, akinek te. Itt van rajta hajszál. Akkor hozok neked egy sárcát. Tiszta habét az ember eszköze, nézd meg. Mindegy. Itt van innen, Dani, zarmal a kutyakot. Meg van innen. Ezt fogod feltalálni nekünk ma. Ezt, a sok kenyér. Mi babatú fogyózunk, Éva. Valószínűleg a hagymány. Jó van az egyet? Mekkora rég? Jaj, tényleg. Egyet, látja, jó. Te vagy éhes, elmegyünk étteremben, okos gyerek utalnak. Jaj, ne. De mindenben bele, hogy még egyszer hozzon szalmi, hogy orbanyomlak. Most minek kélek itt? Hagymát akarok el. Hagy, ma találtad, milyen hány szal volt rajta. Gyerekek, nincs hal zsidó tojás nélkül. Hogy nem ebben kőnek a kulája van, mert te talmat. Akkor a halaknak a tengeri változata. Én haza akarok menni, felmondom a szerződéseket. Hát tiszta, hol isteni? Soma, hol isteni az, amikor tiszta lehet? Nyugodjál már, nem itt finnyáskodni. Engem anya úgy nevelt, mi nagyon csórók voltunk. Annó pár évvel ezelőtt. De nálunk mindig feltakarított édesanyám, nem volt rank, meg tisztítószerünk, de nálunk tiszta sal volt. Az előétel, gyerekek! Jézus már, te megalomán vagy! A bátos időm egy kis órát kéne venni, mert nem bírom. Jó, ez a török közöbben kihozta. De! Benkő, gyere majd a légy szíves! Már megint győzít meg! Ne rozzacskó lett belesütve, kicsi! Nem baj, az került! Hát nézd ma! Ne akadj már! Olyan, mint a dzsungel királynője, a nélonzacskót legyen szíves, vegye át, köszönöm, az egy nélonzacskó szerint. Nem, az rá van ütve, hogy magyar termék. Nem mondom. Dani, hogy ügyelj ki a zacskódot, imádlak, komment, te csinálta a legjobb bácsom a csatát. Gyere, majd hát csókoljanak, az Évika aranyos. Fog a győzés. Fogást próbáltak találni rajtam, de aztán rájöttek, hogy nem fogást kell keresni, hanem egyszerűen bele kell olvadni.
élvezni kell. Én haszaltam 43 fokot. Van az alól. Itt van mögöttem. Jó. Vegyetek ki az Isten. Finom. Győzi. És ez na, nincs ő. Na nem olyan finnyásan. Nem, 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 hogy minden szőrös volt, fú, rá gondol az ember okadni, tud még komolyan, és nem is akarok rá gondolni, mert tényleg, hát csúnya a helyzet, de hát így él. Elfogyjuk ura, nem keszíthetőt fogjuk ura. De várjál, nem stimmel, amikor húztattunk, azt mondta az őséget. Nem lehet, hogy egy sikériat belevinni, úr. Én látom, a szeretet itt van. A Istenemre mondom, a vendéglátás 10 pontos. A szeretet 10 pontos, de a higiénia 0 pontos. Nem tetszett az, hogy Soma úgy ért, mindenki még soha nem evett. Mint ha Somát most engedték volna ki a börtönből, azt ért. Engem ez dühített, ez milyen jó ízűen ettek, ilyen jó volt, olyan jó volt, közben majd jön a cigányom, majd ott meg mindent le fog fikazni. Bélszín és ott Marac. Van malac. A malac, így van. Várj, megmondom én, mint csoda várjátok. Minden, mondják meg. Az bélszín, az tarja, az marha, ez bárány, az pedig csirke. Ez nem marha, ez nem marha. Az a marha élet. Ez van hozzá egy kis galuska. Zerme mehet. Galuska. És itt van hozzá egy kis lencse. Lencse, meg se kóstoltál a lencsémet. És én. Én nem eszek lencsét sose. Jaj, az meg nagyon jó. Gyerekek, ez csúnya mondani. Jó, szopja az meg, hogy ő kézzel lett, belenyúlt. Ez olyan volt, mint mikor tényleg a dzsungelben vagyunk, és Tarzan ott van a majommal. Én fúj, és minden ettem. Úristen! A törölgető rongy! Hát ezt a kutyámnak nem adnám oda! Hát pasi, hogy különben! Hát tudod mi? Még egyszer, azt mondjad! Ha még egyszer mondja valaki azt a cigányokról, hogy retkesek! Adja a jóst, hogy beteg legyél! Mondtam, hogy ne egyél, nem mondtam, hogy ne egyél! Te csak egy akkora egy szemét vagy! Miért nem mondtad, hogy ennyire koszos? Hát én ezt látom, ezt lát, vagy mondtad volna, hogy ez ilyen! De nézd meg, a kutya szőrrel összeragadva ez így! A kis Somának csak jöjjön! Mondja azt még egyszer, hogy a roma aki. No, majd jön hozzám Soma. Jaj, de finom, jaj, de jó. Az hát minden jó, még az hal is fölött a gyerek csak csalni. No, ez hogy csak a fönti részt megnézed. Jaj, ez hasonló szarvasa volt. Igen, nincsen több a világon, mint Dániel. Hát Mária, mennyi néz meg a minden sütő. Kicsit odasult, nem baj. De finom, de a fele tejszínes mákos, a fele tejszínes túrós díj. Szeretem nálad, ez nagyon jó. Úgyhogy Soma van arra, jaj, de finom, jaj, de finom. És a teteje házi baracklekvár, az van egy kicsit oda itt, de akkor jó. Milyen? Újjel ez azért. Meg van főzve a spagetti. A spagetti. Bakfart nudlik és bakfart golyók. Ilyet te még nem ettem. Te gyúrogattad a kezeddel? Én gyúrtam a kezemmel. Az a bakfart golyók. Itt ott van. Én 74 óta nem éreztem ilyen jó magam, mint ma. Úgyhogy ma Dániel tőlem. Tudja, hogy a maximumot kapod, mert nem ettem semmit. Itt van egy kicsit, de zsegyal. A hangulat gyerekek, hát ennyi sok sinterséget. Ennyi sok retket összefűzni a Mare. A órap az összhangos kőhat küldöm rá. De ez is utána fizet vele, de úgy eszik. Na, innentől kezdve nincs padörőhallgatás. Vége. Az is még eszik el, hogy mondom, Soma mama Géza, a tőzném a szintesemek meg. Teljes bukás volt, mert senki nem evett belőle, megmaradt nekem, és ennek nagyon örülök, mert ha valamit, én egy ekkora kávéval megszoktam menni egy fél nudlit, és az nekem fél napig elég. Nem akarsz egy bakfart nudlit? De hogy nem akarsz a nudlit, ide le nudlit szalmi. Nézd, most ezen is szalizé van, egy kutya szűrhat. Mare, hát ma a kutyadrús a szőröket beletetted volna. Nincs a világon! Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk! Nagyon jó részt, nőm, te nem hisz egy gémig! No, csak szegény gémig! Várjál már, Bonet! Nem akarod együtt bakfart nudni! Bakfart! Mennem ki a szalszatban csak! Tudod, milyen drága az a bakfart nudni! Úgy jönnek rá! Adok nekem nudlit, meg két golyó! Úgy jönnek rá a heringek, hogy nem is hinni! Ez így jár! Megvan, hogy nem valamit!
Ha gyerünk ma haza, ja, Évi, anya, most telefonál, gyerünk ma, Marian, most telefonál, Gyöngyi, menni kell. A kutyusokkal elbúcsúzom. Ja, a Soma kebleire szeszem. Köszönjük szépen, Tanikom, jól éreztük magunkon. De egyet ne felejtsél el, hogy Sinter vagy, Maré, Sinter vagy. Kedves Dani, kedves Dani, jól éreztük magunkat. Egyetlen egy hiba volt, hogy minden nagyon retkes volt, retkes volt. Imádnak engem. Én már rég éreztem ilyen jól magam. Én már nagyon-nagyon rég engedtem el magam úgy, hogy még élveztem is. Ez egy zseniális volt. Baromi jó fej. Én nagyon megszerettem. Én nagyon, de nagyon megszerettem. Dani, esküszöm, tudod milyen volt? Zseniális. Egyet ne felejtsél, Sinter vagy. Na, tesz az illatod otthon. Én ezt elhozom. Aj, Daniel, figyelj! Elhordom. Ha mai éjszaka neki fognak a varrónik, és én ezt holnap levaradom. Akkor abban fog megjelenni holnap. Esküdj meg! Esküszöm! Itt szoktam elmélyülni, itt szoktam ülni. Itt szoktam átgondolni azokat a dolgokat, mikor a kedves nézők rosszat, jót mondanak rajtam, rólam az interneten, és akkor így leülök, és azt mondom, hogy hát pedig a másik oldalra, nem érdekel, mert győzve erős, és túléri. És hát itt a konyha, de hát nem gondolja a kedves néző, hogy én ezt a szép konyhat, ezt a drága konyhat összepiszkolom, úgyhogy lemegyünk az olcsó konyhába, és ott fogok főzni drága kaját. Na és ha benküldek, hanyara alszik, én kidobom, kinyitom az ablakot, azt kidobom. Itt is hatú cigány, tele van rengeteg cigány, akik itt dázok, szétcsontolja. Úgyhogy megyek főzni, mert nem érek rá, sziasztok. Jó reggel, üdvözöllek, csókolom, szép asszony, milyen szép. Jó, mondja édesapa, ilyen fiatal asszony kéne neki. De tényleg szép asszony, és apám nem vicce. Nem bizony. Na jó, az ízlés az öregnek. Csak csorom, áll alszik a alva. Füstölt hátsó csülök, de a nócsó kéne, ne hát nem úgykor drága. És hónap eleje van, nem teli. Kérek szépen daraltósat, töltött káposztal, meg egy kiló. Kérek szépen szalonnal, meg tarja. Milyen vendégeket vársz? Kérek szépen Horváth Éva, Bardosi Sanyi, Retkes Benkő. A Retkes Benkő, de már adok én neki, a hanyara alszik nálunk. Sárgó tarjamba, cigányoknak kinyom egyet is, én újat a farára ütök, hogy azt megy haza magának gyalog. A cigányoknak nem szokás kanyar alszik, de nem, milyen csúnya dolog ma. Kérek szépen fokhagymát egy darabot, almát 10 darabot, tojást 4 darabot, étolajat 1 liter, sót 1 kilót, őrölt borsot 1 darabot, 2 darab, tormát 1 kiló is. Elfelejtettük a fonalat, igaz? Mit nem vettem még, gyerekek? Ijjaj, hát itt a fiatal karallabi. Családta, hát a gyerekek, én milyen szép a karallabi, hogy de sokat. Ebből is kell együtt. Lila káposzta, fejes káposzta. Jó, itt vagyat, nektek is vigyázzatok magatokra. Ijjaj, drága jó Istenem, szent kenyér. Csókolom, viszlát, sziasztok. Viszlát, szia Győzike. Jaj, ugye mit felejthettem el? Csókolom, még hello. Egyszer, szevasztok. Ha meg kérdezte, pat fel kell hívni. Gyerekek, a legfontosabb. Figyelj, a keresztep a bocsi, azt kéne, hogy én most annyira nem érek rá, mert el kell kezdenem főzni, hogy levágod nekem, megpucolod, előkészíted, mert ott késésben vagyok. 10 perc és ott vagyok nálatok, csókollak, szava! Erre mulattunk, van kis malac. Hello, keresztapa! Fiam. Megvannak a disznók? Igen. Jó reggelt, üdvözöllek! Szabad. Jó, hagyd nézzem! Ijjaj, ilyet akartam! Ijjaj, Gódi! Ijjaj! Ijjaj, nekem az kell a... Gyere, te kell ez, gyere, Vilike, Vilike! Hogy adod őket? 15 darabját. Mit, more? 15 ezer adod azokat a kicsebb disznókodat? Igen. Hát, annyit nem adok érte. Hát, kérdés, jó van ma, jó van ma, more, mi nekem is 15 ezer, gyere! Akkor ne vidd el! Vilike! Hát, de keresztapa, én 15-öt nem adok ezért a gyenge disznókét. Gyere, Vili! Gyere, baba! Gyere! Na, keresztapa, add ide azt a nagyobb nekem azt. Jó, elhiszem, hogy már vetsz, add ide nekem 8000 azt a... Meliket? Várja! Vidd el mind a 4-et! Hova teszem 4-et, Muré? Hát hova? Ki eszi meg? Add ide nekem ezt 8000. Nem, keresztfiam, 10.000 forint. 10.000 forint? Igen. Na, megegyeztünk. 10.000 forint, jó? Gyere! Na, keresztapa, 10.000 forintot odaadok. Na, de le kell várni, meg kell pucolni, az azt jelenti, hogy most van reggel 8 óra, 11-re küldöm érte Rolit, jó? Oké, okay, jó. Szépen ki legyen pucolva, meg legyen neki. Jó, azt jó. Kell, nem a gyenge, az Jó. Itt a söprő. Az az, keresztapa, hagyjál neki! Menj be! Hozd még a másikot, várok én neki. Noszítassalak meg benneteket. Ne. Akkor így megdolgoztattok, 10.000 forintot fizetek érte, de táj még szaladgálni kell.
Héna! Gyere! Gyere, Moré, nem játszol velünk, gyere odaja! Menj, mondd a többi közé, őrült! Menj, Madame Moréa, szórakozzál ma velük, hogy főzik, jöjjön a gázsók enni! Menj, Madame Moréa! Menj, Madaja! Na jó van, keresztapa, így se dolgoztam mi még a 10 000 forint. Még én se nézd! Engedj mi belőlem arra 2 000! Ebből ma nem! Hűt, na jó van, zárd be! Nézd, milyen vagyok én! Na, Roli, jön érte! Csókullak! Okay. Helyna! Helyna! Most Hozi Armandó megmutatja, hogy hogy kell igazán olyan levest főzni, amit csak a cigányok tudnak. Mert a gádzsók kisporolnak belőle minden. Friss karalábé, friss zeller, télen januárban dicsak, friss répa, friss kelkáposzta, de hát nem az a lényeg, a gádzsók főznek levest, beletesznek ennyi húst, ennyit, egyet. Egyet beletesznek 5 főre. Én vettem 2 kiló húst. Én nem spórolunk. Ciga, mit szeret? Én egy kicsit csalok. De azt, hogy este lediktálta nekem, hogy hogy kell húslevest főzni. Mert ez a cigány gyerek nem nagyon gyarázik húslevest főzni. Azt mondja, hogy vedd elő a hús, Győzi, és mosd meg. Gárdzsók, hol főznek ilyen hús, dzsama? Múltkor voltam a húsboltba, fel a gárdzsi csontot kérek. A cigány meg telerakja a húshoz, ezt teszi egy hónapig. De itt egy kicsit csalom, mert itt azért lesz meglepetés, mert friss disznó majd el fogok darálni. Meg fogok darálni friss disznó majd, és majgaruskat fogok belőle készíteni. Megmosom most a hagymát, és beteszem a levesbe, és csöndben maradok. Ó, tegnap tanni ordinárium. Például mi van, Soma? Ó, ha egyszer megkóstolhatnám a római kolbászát. Tényleg, római kolbász, az is lesz meg. Ó, ha egyszer tanni. Az a baj, hogyha Somával én szerelmeskedjék, én meghalnak. Hát van olyan erős asszonya, van benne jó sok kiló, mondtam, azt nekem jó lesz apam meg, de bezzük, ma apam nem kell neki, mert te kell, én kell neki ordinárium. Beleteszünk körülbelül egy olyan 1 kiló répát, 6 darabot, beleteszünk zöldséget, beleteszünk, ez micsoda Mari? Zeller, a zeller gumó. Karalábé, ez Magdinak a kedvence, beleteszünk krumplit, és lezárjuk a levest. Áldott legyen ennek a levesnek az íze, és áldott legyen, aki ebből leszik. Amen. A levest le tudjuk. Kezdünk a főétellel. Egy dolgot tanuljon meg az ország, hogy a töltött káposztának az aranyit úgy kell elosztani, hogy sok hús, drága, kevés rizs. Amikor benne van a fokhagyma, no most kell nagyon okosnak lenni. Na ez az egésznek az alapja. Ez az egésznek az alapja, mert ha ezt elrontjuk, akkor azt annyi. De ilyenkor mit szoktunk mondani, mikor lyukas a káposzta? Hogy vigyél a zöldségest az asztalari bomba. Dítsák, ilyen lyukas káposztát. Füstölt hús meg nem tesz bele. Azért nem teszek füstölt hús, mert füstölt csülök lesz. Lesz sült malac, lesz az. És most direkt nem használom tarjat. Levesbe is van, akkor már rengeteg lenne. Mert megkérdezte tőlem be, hogy kolbász nem vaksza, nem. Nem sokan érkezik majd a romantik kolbász. Apám hozza a kolbászt a füstölőbe, és azt teszem mellé frissen. A disznói még nem telefonáltam, dicsak Moré. Megsütött a nap. Azt mondja, hogy keresztapa. Egyébként milyen fején keresztapam van ma? Mondott 15-öt a disznóhoz, 10 ide, a rendes ember nagyon. Mi van? Készen van? Nem tudsz kijönni, mert? Szalagavatóra mégy? Ha melyik onokadnak lesz a szalagavatója? Viktornak? Na, akkor sok boldogságot, az kihozzál a disznó. Egyre kérem önöket, hogy a töltött káposzta bennem, a rá van szúrva az apró haraszt. Én úgy szoktam mindig mondani, vagy katlanba főzöm ki, vagy nagy fazékba, hogy mindig úgy rakom a vizet, hogy ennyivel rakok több vizet a káposzta fölé, ennyivel. Ez körülbelül cigányok között is nincs egy centi, olyan 80 minigram, vagy csak hogy van az, hogy ez a centi alatt mi van? Ezt emlegetni fogják, hogy a Győzini az a hurka, jaj, drága testvéreim. A hurka el kell sülni, a töltött káposzta fő, a leves készül, és felrakjuk a csülköt. Győzi legújabb barátja, Penkő. Daniel, akinek meglepetéssel kész. Jónás Attila süllője, bekészítve elmondtam Attilának 60-szor, morolj, mondom, ne sózd meg, ne ízesítsd el, ne csinálj semmit, mert ő vegetáriánus. Ezt fogom neki megpárolni, finom olajom, saláta agyon fogom neki találni, a sargarinnyit kirakom majd így, ehhez lazacokat fogok neki becsavarni, és a lazac közepére teszek egy mozzarella nagy golyót, nem kicsit, nagyot, és lehet, hogy így fogom megszeletelni, zöldségzölddel díszítem neki, ez lesz a Benkőnek az előétele, ez pedig a főétele. A Benkő azt mondja, hogy én egy semmi vagyok, megölöm. Jaj, de jó marad dinnyin. Kérem szépen, Benkőnek az előétele. Hoztam neked a malacot, keresztelő Zoli van itt, te!
Umore, csókollak, írjad egy látot! Jaj, Umore, milyen dagat, legyed ma a felsődő. Nem veszem, de ezt nem az ívott össze? Jaj, Umore, te iszta vagy 30 kg. Nagyon jó, hogy nem magam a vélőbe. Na, ide nézd, mit csinálsz neked az olyan. A cerebbal! Jaj, Vilike! Azért valljuk be őszintén, azért a cigarvér megmutatkozik. Húst, hússal. Azért valljuk be őszintén, a Bartos jönnek, és ennek mindenki fog örülni. Feltettem a krumplit főni, és elkezdjük a desszertet. Cigarnyoknak keresztelő, lagzi, disznótor, születésnap, buli, nincs túróslepény nélkül, úgyhogy most más tein túróslepény főzök a celebeknek, vagyis sütök. Kanallal nem szabad dagasztani, de Kisgécen a cigarnyok mindig kanallal dagasztanak egyébként, és én kanállal szoktam dagasztani, egy csorobe ezt, ha látja, szívbajt fog kapni, de a lényeg, teszünk bele egy drága csepp sót. Jaj, mutatom, yesterday, my sacrifice, ajajaj. Végeztem, várok mindenkit, a csorára, jó étvágyat. Tegnap ígértem valamit, 24 óra munkája. Gyerekek, még benne vannak a varrások, bocsánat és elnézést kérek mindenkitől, mert ez nagyon gyors munka. Én úgy gondolom, hogy vetkőz, bébi. Már úgyis láttunk mindent. Újdonságot számunkra mutatni. Vara hozta a fekete pólót, vagy fekete inget? Meglátjuk, van-e. Jó, ha nem lesz jó, szívbát kapok. Napkorongos az alsó gatyája. És mi is van pisilva? Nem kell mindent észrevenni. Így van. Rossz az, aki rosszra gondol. Gyerekek, rá! Szörök letérhet már most. Azt a mindenit, Dániel, de sokára vagy. Köszönöm, pajtás. Hát sajnálséget. Soha jobb öltönyöm ne legyen. Mondja, vegyél ma fel a fekete polcit. Hát várja, inkább hagyjuk még tisztán a tányéromat. Dániel, ne haragudj. Ezt majd otthon Budapesten mindenkinek van meglepetés. Dániel, légy szíves. Hát várj, ennem kell valamit. Hát nekünk is kellett volna. De Dániel, ezt most lehet. De Dániel, neked vast készítettünk. Dániel, nem tudom. Ja, szíti, Dániel, légy szíves, azt önsd vissza, és majd otthon megeszed. Dániel, vendégségbe jöttél? Ne haragudj, ne a tejükkedet. Hát a vendég azt tettem. De Dániel, imádlak, tisztellek, de légy szíves, ne hozzá ide kaját. A cigányoknál sértődtek, hozol kaját ma, bocsánat. Szerintetek ez szép dolog, Marian, hogy azt teszi? Nézd meg, ne haragudj! Annyira, ezt tudod milyen sértő? A cigányoknak kaját hozol zacskóba. Ne haragudj! A lazac mellé ez nagyon jó fog. Nagyon szépen köszönöm. Semmi, gyerekek, jó itt vagy. Sírni volna kedvem, hogy a cigányokhoz eljövök és hozok ételt. Ilyen nálunk nincs. Nálunk ilyen nem lehet. Én szerintem, hogyha ő más cigány celephez megy, megtarkozza. Amit megígértem, azt beváltottam, és hát a geg az nem a kis malac volt, hanem a piros masné a nyakába. A párod káposztak olyan finom, Jézusom. De tudod mi? Mi? Mert kétféle káposztabot csináltam, fehérbő, meg pirosbú. És mind a kettőt összele szeltem egyszerre, és mind a kettőt nem csak pirosbú van, hanem kettőfélébű. Azt mondtam, őt kettőfélébű csináljam. Hölgyeim, tudod, hogy érzed? Mikodom, de ti mit levelem? Hát a cigányoknak ügynétek lagzibető 60-szor annyi van. Hát a cigányoknak lagzi arról szól, hogy minden, hogy hús, hússa. Vastag lett a tészta, emberi lett nagyon ütlen tésztaljával, szerintem. Kesütöttél? Én rohadjak el, bedagasztottam egy óra a tagat. Hát az jó, mert vastag a tésztalja, de nagyon jó az állaga a tésztának. Nagyon jó. Élesztőt, felmelegített. Én nem tudnék kicsit. Tejet. Tejet fölmelegíted, forró a tej, belemorzsolod az élesztőt. Az élesztő után teszel bele a tejbe cukrot. Kiöntöd a lisztet, ezt összekevered, összeöntöd, elkezded dagasztani, van egy cukor. Cukor, kell tészta, azt mondjuk, mit tettem én bele? Cukor. Nagyon finom. A narancsot belereszeltem, vagy nem narancsot, a citromhéja, és akkor utána vártam egy óra hosszat. Á, te Győzi, nem csinálsz semmit szerintem. Hogy már itt emberek hada dolgozhatott, ezt nem lehet egyedül csinálni. A túró meg úgy kerül rá, hogy beteszed a tepsibe, az ma adja maga, aki széthúzogatod, rajtod a túrót, elkevered, berakcsozod, és hagyod sütni 50 percig. Szerintem nagyon rossz.